Hogyha 2017 vizes VB Budapest, akkor mi jut erről eszedbe? Nyilvánvalóan a váltó, ugye az eléggé megkezdtük azt a világbajnokságot, és tényleg hihetetlen volt egy ilyen közönség előtt úszni, mint ahhoz már nagyon-nagyon sokszor elmondtuk. Hát sajnálhatóan nem minden második évben ugye Magyarországon van a világbajnokság, szóval most már nézzünk előre, és szeretnénk azért ezt megfejelni, szóval az idei Európa-bajnokságon is szeretnénk azért helyt állni. Hát nagyon jó eséllyel indulunk ugye a dobogó, vagy a, hát nyilván a dobogóért, és remélhetőleg az aranyéremért is. És ugye hát a jövőben Tokió, meg majd ugye a következő világbajnokság is ott van, ahol szeretnénk ugyanúgy kicsit, ha lehet, akkor fényesebb érmet szerezni. Akkor, ahogy beszéltél erről, jó hír, folytatod az úszást, mert ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi a helyzet veled, hazajöttél Amerikába, és folytatod-e? Igen, most lediplomáztam, és egy kicsit távol tudtam kerülni az úszástól, tényleg egy 2-3 hónapig ugye utaztam, szóval Amerikán belül kijöttek a barátaim, illetve a barátom, ami nagyon jó volt, és egy kicsit fel tudtam szabadulni, kicsit át tudtam gondolni a dolgokat, hogy mi is fontos nekem úgy az életben, és mit szeretnék csinálni. És hát úgy érzem, azért ebből még van, szóval mindig is megvolt ez a kisebb átmenet ugye a rövid pályáról az 50-esben, ami nem mindig sikerült jól, még a tavalyi évben sem annyira. És hát ezt szeretném megnézni, hogy milyen ez, amikor minden tényleg összeáll, és a csillagok is úgy állnak, hogy tényleg a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani. Hol folytatod? Itthon úszol, vagy vissza Amerikába? Bob Bowman ugye mondta, hogy maradjak kint, csak hát nem úgy alakultak a dolgok, hogy igazából kint szerettem volna maradni, azért már nagyon hiányzott az itthoni élet, és nyilván a családom, a barátaim ugye magyarok is itt élnek, szóval azért a szívem az elég erősen idehúzott, és hát úgy néz ki, hogy Pesten fogok majd készülni, még pontosan nem derült ki, hogy és miként, milyen klubban, de ez a héten vagy jövő héten ki fog derülni, és aztán majd erről is tudok majd bővebben beszélni. Nyilvánvalóan a BVSC az egyik nagy kiszemeltem, ugye Nagy Peti vezetésével, aki tényleg egy szerintem egy nagyon felvilágosult nyugati edzéstervet és gondolatmenetet visz át a sportolóiba, vagy sportolóira, ami nekem nagyon szimpatikus volt, és ugye ezként is megtapasztalhattam Bob révén. Szóval hát nyilván ők a nagy favoritok nálam, de most még kisebb tárgyalások vannak, hogy ez hogyan fog zajlani. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen csapatnak a tagja lehetek, ha minden össze fog jönni, mert azért Domával nyilván sokat versenyeztünk már együtt, egymás ellen és egymás segítve, illetve ott van Verasztó, Evelyn, Pap Márk és Bernek Peti is, akiket nagyon-nagyon szeretek, és szerintem nagyon jó motivációt tudnak nekem adni, hogy akár kicsit gyorsabban tudok úszni. Te is említetted a beszélgetés elején, hogy azért terveztek ezzel a 400-as gyorsváltóval, Európa-bajnokság lesz idén. Lehet a bronz fényesebb is, akár az EB-n? Most mondanám azt, hogy illene, de nem szeretnék semmit azért hát túl hamar elmondani, vagy elbeszélni. Nincs is mire lekopogni, szóval nem tudom. Szerintem egy EB-rem az nyilvánvalóan benne van a pakliban, ugye az enyéni számokban is az Európa-bajnos, ez nyilván egy egyszerűbb dolog, mint a világbajnokság, de szerintem abszolút helyt tudunk állni, és szerintem ez a gyorsváltó ez sokkal többre hivatott, mint a... Hát nem is az, hogy sokkal többre hivatott, de azért szerintem ebben még van. Mit jelentett nektek, hogy benn voltatok az első háromban az egyéni csapat kategóriában itt az év sportolója gálán? Hát ugye, mint ahogy sokszor mondtuk már, ugye minket lepett meg talán legjobban ez az érem, és szerintem ezt az újságírók is látták és érezték, meg az egész ország, aminek külön örülünk, és egy nagyon nagy megtiszteltetés jelenleg itt az úszósportot is képviselni, és tényleg azt a sok-sok embert, aki mögöttünk volt, a családunkat, barátnőinket, edzőinket, masszőröket, mindenki, aki mögöttünk állt, az juttatott el igazából ide, akik sajnos nem lehetnek itt, de nagyon jó volt, és nagyon jó volt a műsor, és nagyon jó volt hallani ezeket a beszédeket, ezeket az inspiráló beszédeket.